Kedves törpifjoncok, javában zajlanak a Mirányi kimunkálatai, de még október közepén úgy gondoltam, hogy beidőzdek ide egy epizódot, szóval tessék. És most még egy téren különleges leszek, mert ez egy jó anime. Annyira nem szar anime. Első kérdés, hogy mi jut eszetekbe Argentináról? A foci válogatott? Első Ferenc pápa? A 10 évente bekövetkező államcsőd? És a Cyber Six képregény? Na ne vicceljetek már, hogy nem hallodatok róla! Ó, igen, csinál még te vadállat nyalom a kompotkádat! Az a Cyber Sex idióták! Mert igen, manapság már lassan csak Iron Maiden dalszövegből és Orbán Viktor évértékelő beszédeiből nem készült anime. De ami késik, nem múlik. Úgyhogy ha már az amerikai képregények lehetőséget kaptak, nem volt megölelni az argentinokat is. A Cyber Six története finoman fogalmazva nem megy a szomszédba eredetiséget. Dr. von Reichter SS tag Argentinába menekült a szövetségesek elő, és itt folytatja genetikai kísérleteit, elsősorban szörnyeteket és szuperembereket létrehozva. Két érdekesség, az egyik, hogy Argentinában ma 200 ezer zsidó él, és a mai Izrael területen mellett Argentina volt a legjelentősebb úti cél a pogromok elől menekülő zsidóság számára már a 20. század első évtizedében, illetve Adolf Eichmann, a deportálások főszervezés itt élt 1960. május 22-i elfogásai. Vagyis Dr. von Reichter karaktere egy langyos utalás lehet a náci bóhér személyre. De van valami, ami még érdekesebb. Az animében elfelejtik elmesélni a kereszt sztorit! Köszönöm, Wikipédia! Igazán, szóval, a Doki kreált 5000 tökéletes lényeik túlzottan is emberiek lettek, ellene fordultak, ezért nekilátott a kiirtásuknak. Cyber Six volt az egyetlen túlélő, illetve öccse Cyber 29, aki ugyan meghalt egy balesetben, de az agyát átműtötték egy fekete fárducba. És valljuk be, fárduc egy menő állat. De az ázsiai lúdarás keményebb! Amiből egyes japán falvakban pálinkát főznek. Oké, már megint eltérültem, de egyszer kipróbálom. Cyber Six napközben egy a diákai által nem igazán tisztelt férfi tanár szerepében tetszeleg, este viszont fekete latex ruhát, köpenyt és kalapot ölt, hogy minél feltűnőbben és hülyébben nézzen ki, és megküzdjön a doktor szürke és pipaszárlábú Duke nyükemjeivel, valamint klónjával, Jozéval, aki egy igazi zsebhitle. Főhősnőnk kap maga mellé társat Lucas, egy köpcös tanár kolléga szerepében, egy Julien nevű jószívű gengszterfűt és Lorit, egy meglehetősen drasztikus külsői lánykát, aki szerelmes Cyber Six tanár alakjában. És ennyi, legalább nem kell 300 szereplőt fejben tartanunk. Mielőtt a történet menetével kezdenünk kell foglalkozni, meg kell jegyeznem, hogy az animét már csak a rajzáért is érdemes megnézni. Az ember szinte belecsömörlik a rengeteg Bishonen és Bishojo bámulásába, ezért szinte üdítőek ezek a markáns vonásokkal megáldott pipacskodó szereplők. Az más kérdés, hogy Cyber Six arca egy kiöregedett mediterrán prostiére emlékeztet. De a képregény verzió még rondább, szóval örüljünk ennek is. Ez mellett nekem állatira bejött, hogy a sorozatban elsősorban keleti kocsik tűntek fel, mert a nyugatiakat meg sem tudom különböztetni egymástól. Történt maga rendkívül epizódikus, így nehéz is mesélni róla. Az első rész hangulata meglepően komor a későbbiekhez képest. Dr. von Reichter azt törpölte ki, hogy pénzt nyomtatnak és ejtnek pár túszt, Cyber Six pedig szépen levadásza az éjszaka randalírozott gyuknyukemeket, akik halálukor kis üvegcséket hagynak maguk mögött, mint a Warcraft 3 kritjei, amiket Cyber Six vidámon elszürcsöl. Ezt a dolgot jól tartsátok fejben, mert zseniálisan elfelejt. Vagy még érdekesebb, hogy a képregényben Cyber kiszobogatja a nyugtinkemekből a cuccot a nyakukon át. Nem tudom, hogy miért kell mindig mindent lágyítani a képernyőre véve. A második részben jelenik meg Julien, aki egy hatalmas, rossz állapotú épületben tengődik és rendszeresen zsebmetszésre kényszerítik, Cyber Six-et is megrövidíti, de a szépen utána silisztra az épületek tetején. Gondoljátok végig, hogy Clark Kent, Hulkember vagy Batman miért öltözik át az akció előtt? Talán mert baromira nem hiányzik neki a lebukás! Csontos képű asszonyunk legényruhában annyira meghatja a fiatal kis tolvajt, hogy a soha többet nem akar tárcát lopni, ezért kényszerítőjével össze is veszik, nem veszekedhetnek sokáig, mert José úgy dönt, ott rendezi be az új főhadiszállását.
eltűnőbb helyet nehezen is választhatnának. Aztán megtörténik a két Cyber csatája, Brigula Párduc megmenti Julien az ő emberi testek balesetéhez hasonló helyzetből, mivel Cyber Six tehetetlen a helyzetben, pont a megfelelő helyre esik a gyermekkori fotó, és megtörténik a nagy kibékülés. Most gondolom azt várjátok, hogy belekössek, mégis hogyan lehet átültetni egy emberi agyat egy párducba, de miért tenni, amikor nekem is sikerült? Member, mégis hogyan írjam a Bleach-et ezekkel a mancsokkal? Te mondtad, Kubo, hogy bele akarod élni magad Yoruichi szerepébe, élvezkedj! A harmadik részben már kicsit képregényesebb a hangulat. Jose emberi az ő arcára teremtenek egy takony szörnyet. Nem tudom ki, hogy emlékszik, de nekem határozottan rémlik, hogy a 80-as, 90-es évek fordulója táján valami furcsa fétis alakult ki mindenféle takon, nyálka, trutymó és csatorna lerakódás körül. De az neki nem elég, ezért durvítanak rajta. Ez az epizód annyiban érdekes, hogy kiderül, a takonynak is lehet szíve, és bizony végül az életét áldozza Cyber Six-ért. Érdemes vattá dugni az orrunkban, nehogy a mi tagjaink is megint oljanak. Következő részben csíkszemű, kapafogú nyomozót, Stereotípia, bérel fel Jose Cyber Six ellen, és egyet úszul annak húgát Juliennel együtt. Yashimoto ez a kőkemény klisécsomag igazából egész nap a képét elemezget, és Golden Boy stílusban teljesen feltűnésmentesen követi Cybert, miközben Jose csak PlayStation-ezik attól kissé idegen joystickkal. Ez csak a véletlen műve, biztosan nem lesz benne... Egy SNES? 10-ből 10 pont! A végén megjelenik a Mike, legyőzik, következő! Lori teljesen megvadul a hozzám, hogy a legkevésbé sem illő Adrianért, megtenni a kezdő lépést, de a kulcsokon át meglátja Cyber Six-et, és sértődten beköpült Lucasnál, aki azt hiszi, Adrian az ő nőjével kavar. Közben Jose elkapja a lányt, aki a képregényben még eltél is Rondát. És neki látnak bankot rabolni, amihez nem tudom miért kell egy floppy lemezzel vezetékmentes hálózatról irányítani a robotot, nem lett volna egyszerűbb mondjuk az irányítót a robotba építeni? Végül a leányzó behelyezi a meghajtóba az MTV segrázó pulizene válogatást, amitől nem csak minden jó érzésű ember, de a robotok is hanyat vágják magukat, jó szokás szerint minden felrobban, de mégis mindenki megúszta. A hatodik részben mindenféle kék madarak hívják csatára normálisakat, vagyis a természet visszavág, és nem is ért, hogy ez miképp nem jutott eddig eszébe senkinek, pedig annyira adná magát, és annyira önmagában zseniál. Ebben a részben azért láthatjuk, hogy Cyber Six szuperemberi képességei éppenséggel eléggé korlátozottak, trükkökhöz kénytelen folyamodni, hogy blokkolják a rajt. Végül meg kell küzdenik az egész mögött álló griffmadár démonnal. Azért meg úgy hagyják elfutni, hogy csak lestem! A hetedik részre már azért elég sok képregény klisét sikerült elsütni, úgyhogy a rendőrségnél egy rakás embert és Saiyajin scouterekkel és plazmavetőkkel szerelnek fel, agymosás mellett, hogy vadásszák le Cyber Six-et. Köztük Julien új barátját, Henriket. Számomra megdöbbentő, hogy nem jön rá a jó nép, hogy mi az a burra az anyagó? Cyber Six-et elfogják, jól vízbe folytanák, azért meg kielvezi az alkalmat, de Henrik szétdurantja a búrát. Mert miért is működik külön az ágyú meg az agymosó? Érdekes, hogy ebben a részben meghal Jose Bérente, micsoda kegyetlenség. A 8. és a 9. rész egyértelműen a két legerősebben sikerült a sorozatban, egyikben hanghullámokkal operáló vízköpő, a másikban egy hatalmas lélekfalú szemlény veri szét a félvárost. Meridianából hogy nem költözik el a lakosság? Oké, vannak benne bugyutasságok, például az elején a vízköpők simán szétverik a metrót, a végén viszont bentrekednek és megidő őket a napfény. Vagy a hatalmas szemgolyót simán lefogyasztja egyetlen palac folyékony nitrogén. De valahogy nem éreztem a fő szuperemberségéből fakadó széttuningoltságát, teljesen esetlen volt a megoldás megtalálásáig. Mondjuk hülyét kapok ettől, hogy például elég kinyírni a dögöt és visszakerülnek a lelkek a helyükre, meg sem említette őket, csak eltette őket télire. Ha már Lucas féltékenkedett anno, most láthatjuk, neki is könnyen egy helyre áramlik a vér, megjelenik egy új tanárnő, aki mellesleg vérfarkas és a férfiakat farkas szolgákká silányítja. De legalább egy animében szőrösek a férfiak. Ami engem meglepett, hogy farmolással már is terjed a fertőzés, ami valamiféle Szaniszó Ferenci rémálom nanorobot lehet, ha jól emlékszem, az X-aktákban volt hasonló anno. A lényeg, hogy megjön Lucas esze és lerendezi a vadvörös minét. A 11. részben elrabolják a párcot és robotokkal cirkus csinálnak.
Bár akkor hát nem tudtak, mint a magyar foci. A 12-ben pedig egy láthatatlannál váló ragadozó csaj van, aki karommal vadászik fősnőnkre, de a vízben láttóvá válik. De hogy ilyen soha semmiben nem volt, értsétek már meg! Ő végül megérti, hogy Cyber Six a jófős önként hull a halálba, szóval a takonyszörnyhöz hasonlóan feloldozás nyer. És mielőtt még az utolsó részről dalolni, meghegyeznem valamit. Azért nem is csúcsálom agyon ezt a sorozatot, mert az elfelítél Mirai Nikivel és más emberi pszével foglalkozó darabban ellentében a könnyed szórakoztatásra helyezi a hangsúlyt, idézve a tipikus, komolyan vehetetlen képregény hangulatot. Utolsó részszak egy kicsit hirtelen volt. Von Reichter úgy dönt, maga pusztítja el a várost egy hatalmas bombával, Cyber Six elbúcsúzik mindenkitől, de a számításaikat keresztül húzza, hogy José átprogramozza a bombát, és a náci hóhér az általa kreált szörnyek a helyszínen tartják, beteljesítve a végzet. Vagyis annyira el akarta foglalni a város, hogy inkább apját is feláldozza. És ez miatt én merem állítani, ez a taknyos Jeb Hitler a legjobb szereplő az egész sorozatban, egy ripacs karikatúra, aki a végén mégis a legmeghökkentőbb fordulatot hozza, átvéve a fő gonoszi helyet. Míg apja sokkal inkább tűnt egy gyenge amatőrnek a Zord felvezetése és háborús bűnösi múltja ellenére. Többiek viszont rendkívül sótlanok, sablonosak, ebben a sorozat eléggé gyengén teljesített, de a rajz és valahogy maga a hangulat nagyon ott volt. Én merem ajánlani. 8/10. Képregényből semmit nem értettem a spanyol nyelv szépségeiből fakadóan, de azt látszik, hogy nem csak rondább, a történet is egészen más irányt vesz. Hát, akkor most vissza is térnék a nagy műhöz, ha megbocsátok. És akkor belerőfettek a csúnyádba egy olyan ordinári, hogy eladnak 1000 darabos pázlődet, aztán összeraknak és megraknak.